A függvény minimumának helyét és értékét fogjuk majd megállapítani. Honnan tudjuk azt, hogy mennyi lesz a helye és mennyi lesz az értéke, anélkül, hogy ábrázolnánk ezt a függvényt? Nézzünk egy konkrét példát. Adott a valós számok halmazán értelmezett fx egyenlő x-3 négyzeten mínusz egy függvény. Adja meg az f minimumának a helyét és értékét. Először megpróbálom csak gyorsan felvázolni, hogy hogy néz neki ez a függvény, és utána pedig megmutatom azt is, ahogy sokkal egyszerűbb megoldani, anélkül, hogy lerajzolnánk. Ugye alapból, hogyha a függvényt felrajzolnánk, mivel ugye ez egy, ez egy az alapfüggvényét, hogyha nézzük, akkor ugye ez az x négyzet, a másodfokú függvény lenne, ugye egy ilyen ú alakot kellene kapnunk benne. Ugye a mínusz 1 itt azt mutatná meg nekünk, hogyha megnéznénk, hogy ugye lefele kellene menni egyet, és ez a belső mínusz 3-as, ő pedig azt mutatná meg, hogy merre kell oldalra eltolni ezt a függvényt. És ugye itt ennél volt egy olyan, hogyha mínusz van, akkor ugye a mínusznál jobbra tolunk, a plusznál pedig balra tolunk. És akkor ahhoz, hogy ezt fel tudjuk ugye vázolni, úgy nézne ki az egész, hogy itt megkeresnénk a, ha így egy pár értéket így beírnánk, megkeresnénk ugye a mínusz egyet, ami ugye itt van, és hozzá a hármat, és körülbelül innen indulna el a függvény, és akkor ugye így jönne. És ugye az, hogy mi a minimuma, az ugye mindig a minimum az lesz, amely, amelyik értéknél már nincsen kisebb. Tehát onnan indulunk, ennél kisebb, ugye nincsen egyáltalán. Ugye ezt ilyenkor le lehetett olvasni, mikor fel lett rajzolva az adott függvény, hogy látjuk azt, hogy itt van például akkor a helye és az értéke, és rögtön meg lehetett mondani, hogy melyik micsoda. Viszont ahhoz, hogyha te nem akarod ugye felrajzolni, vagy például nincs a feladat mellett annyi helyed, hogy ugye felvázoldod, -e, vagy nincsenek négyzetrácsok, csak és nehezebb úgy a, a felvázolása, akkor nézzük meg, hogy hogy is tudjuk csak simán megállapítani azt, hogy mi is lesz a minimumnak a helye és az értéke. Annyit kell csak megjegyezni mindig, hogy van ez a ö, függvényünk, és mindig, ami itt a végén van, ami külön áll az X-től, tehát nincsen zárójelbe sem, és ő teljesen különáll, ő lesz nekünk igazából a minimum értékünk. És az, ami a zárójelen belüli érték, ő pedig lesz, aki megmondja, hogy mennyi a helye. Viszont nagyon oda kellene figyelni, mivel itt mínusz 3 van, ugye mindig pont az ellentétes irányba tolja. Tehát akkor itt ugye a helye az plusz 3 lesz, az értéke pedig mínusz 1. Na de nézzünk meg még pár példán keresztül. Gx egyenlő, x plusz 5 a négyzeten plusz 3. Akkor megint ugyanúgy, mint az előbb. Van nekünk egy. egy. Függvényünk, amiről meg kell állapítani a minimum helyet. Azt kell csak ugye mindig megegyezni, hogy a zárójel után ott áll az érték, a zárójelben lévő, ő pedig a hely lesz, és a hely pedig ugye mindig ellentétes, tehát ha plusz 5 volt a zárójel, akkor mínusz 5 lesz. Tehát ennek a függvénynek a helye az a mínusz 5, az értéke pedig a plusz 3 x-8 a négyzeten plusz 4, megint a zárójel utáni lesz ugye az érték, a zárójelben lévő a hely, és pont ellentétesen, tehát ugye akkor a plusz 8 lesz a hely, és az értéke plusz 4. És egy utolsó példa, gx egyenlő, x plusz 10, itt lehagytam elnézést a négyzeten, mínusz 2, és akkor itt is, ugyanúgy, mint az eddigieknél, először ugye a zárójel utáni lesz ugye az érték, a zárójelben lévő pedig lesz ugye a hely, és az ellentétes előjellel, tehát akkor a plusz 10-ből ugye mínusz 10 lesz a helynél, és az értéke pedig lesz mínusz 2. Tehát egyetlen egy dolgot kell csak megjegyezni, hogy fel se kell ilyenkor rajzolni, csak hogyha azt kérdezi, hogy mennyi a minimumának a helye és az értéke, akkor csak megnézzük, hogy a zárójelbe lévő az mindig a helyet fogja ö, megmondani, csak ott nagyon kell odafigyelni, hogy ugye mindig ellentétesen kell nézni az előjeleket, és a zárójel utáni számunk az pedig mindig az értéke lesz.